Sziasztok, ez itt Levina csatornája. Itt vagyunk a Balaton felvidék, talán egyik legszebb részén, a Káli-medencében, Kövágorshoz közel. Ha hiszitek, ha nem, itt mögöttem egy tó látható. Olyannyira benőtte a nádas, hogy szinte egyáltalán nem látszik a vízfelület. Ezzel ideális körülményeket teremtve több száz madárfaj számára. Tehát ez a fordító, sajnos közben viharosra fordult a szél, úgyhogy ez a hangminőségen fog érződni. Elnézést kérünk érte. A tavat karszforrásuk és csapadék táplálja, viszont elvezető csatornája nincs, így igen szélsőséges vízállást tud mutatni. Átlagos mélysége másfél méter. A tó melletti kis dombon helyezkedik el Veszprém Imre, világhírű szobrászművész, acélcsőből és mészkőből készült alkotása, az Emberi komédia. A négy alakos kompozícióból felújítás miatt jelenleg csak kettő látható. 1986 óta állnak itt az emberszerű, 2-3 méter magas figurák, akik vigyázzák a tájat, őrzik a természet érintetlen kincsét. A Veszprém megyeiek a Káli Stonehenge-ként emlegetik a szobrokat. Dom tetejéről csodálatos panoráma tárul elénk. A környező 5 apró falu, 7 tornya is látható, valamint a Káli-medence vulkanikus dombjai. Nem csak a szobrok miatt érdemes ide látogatni, ami kétségtelen filmbeillő látvány, hanem azért is, mert a környezet is festői. Nem csoda, hogy Jancsó Miklós is megiklette a hely, több filmjében is szerepel a szoborcsoport. Szörnyeké vadja, égi bárány, életünket és vérünket. Másik érdekessége a helynek a talajban húzódó alagútrendszer, melyben több száz ürge él. A szerencsénk van, láthatunk egy-két példányt. Egyszer csak felbukkannak, felágaskodnak, körülnéznek, a gyanús zajt észlelnek, eltűnnek a végtelen alagútba. Sajnos ugyan ürgét nem láttunk, de egy birkanyájat igen kecskékkel megfűszerezve. Megálltunk Kékkuton, a Káli-medence jellegzetes kis falvában, ami egy utcából áll, és megőrizte a jellegzetes Balatonfelvidéki építészeti stílust.
Hazafelé még beugrottunk a híres, nevezetes káptalantóti liliomkert piacra. Óta működik, vasárnaponként van nyitva a piac célja, a békebeli piaci szokások életre keltése és a helyi termelők árainak bemutatása, forgalmazása. Néhány árussal indult, és ma már több százan kínálják a portékájukat, házi sajtokat, friss töpörtyűt, sonkát, szörpöt, lekvárokat. Házi pékárút is találunk, de felsorolni is nehéz mi mindent. Az élelmiszerek mellett van itt régiség, kézműves ajándéktárgy, könyv, virágok. Ha vasárnap erre jártok, mindenképpen érdemes megállni. A fekvése is egyedülálló, itt a tanúhegyek ölelésében.